Meg lett ebből be a mi? Mi a lett? Evau? Érettségi. Érettségi. A kressz. A kressz. Igen. És a kressz. Aranyéve. A legnagyobb parti arc. De ezt most teljesen komolyan mondom. Tehát én ekkora bulit egy bármilyen érem után soha nem láttam még. Ott az mi jött ki, amikor megszólalt a Free From Desire, és letáncoltad az embereket. Hát igen, én az volt az én pillanatom, úgyhogy én mindenki akartam, hogy mindenki jól érezze maga, hogy és megörüljenek, úgyhogy elkezdtem én táncolni, ugrálni, hogy mindenki elkezdjen ugrálni, mert azt kell csinálni. De a koreográfia nagyon rendben volt, nem? Én majdnem leesek. Majdnem leesek a székben. Fú, de én láttam, és nagyon sokan ugráltak, és ott volt az egész csapat egybe, és nagyon durva volt, nagyon lehetett hallani. Azt szoktuk mondani, hogy ugye nagyon élted a bulit, nagyon jelen voltál, nem? Igen, ez volt a cél, hogy jelenben lenni mindig, úgyhogy ez szerintem sikerült nekünk, és nagyon boldog vagyok, hogy ez legyen. Igen, lett. Igen. És a Vivi nagyon laza volt, és igazából nagyon jó volt. Persze én próbáltam neki, egész nap mondtam neki a mentális oldalon, hogy erős legyen, és ott is volt. Nagyon durva, én mindig így csináltam, hogy kiabáljanak az emberek nehéz pillanatokba, és valamikor meglepődtem, mert nem csináltam semmit, és elkezdtek nagyon erősen kiabálni, és szinte már tudták, hogy itt kiabálni kell, úgyhogy nagyon tetszett, és nagyon sokat hallottam őket. Ja, engem hallottál? Őt is. Amikor székbe voltam, és amikor elkezdtem, akkor lehetett hallani. Jó. Utána, amikor meccsezek, már nehezebb. Ja, én minden pillanatok, ami csönd van egy picit, akkor szoktam kiabálni. Igen, akkor tudja, hogy hall. Igen, akkor tudom, hogy és te mindig tudod, hogy a jó pillanatban mi az az egy mondat, amit a Vivinek hallania kell? Igen. És mondasz nekünk egyet, hogy akár a döntőben, akár az elődöntőben, mi volt az a pillanat, amikor azt mondod, hogy most nekem, az ikertesójának muszáj mondanom egy mondatot, igen, ami segít? Azt kiabáltam, hogy folytasd a játékot, tudod? Mert van nagyon sokszor, amikor kell, igen, 30 másodperc, 20 másodperc, az ember, igen, megáll. És akkor rád jönnek, és rád jönnek, és akkor felhozzák a pontot. Felhozzák. És ezt kiabáltam a Vivinek, hogy ő is menjen. Hogy csináljam tovább, igen, a munkát. Játszom tovább, érted? És csomodog, hogy test előre, nem menj hátra, meg ilyenek. Vagy használd rendesen a kezedet. Igen, vagy amikor rúgsz, nem maradjál bent, hogy utána meg tudjon rúgni. Nekem könnyebb spanyolul kiabálnom. Uh-huh. Tudod, mint taekwondo szavak, spanyolul tanultuk meg, mert Madridban így beszélnek velünk. És így gyorsan mondok két szót, amikor, és hall engem, és már tudja, hogy mit kell csinálni. Aranyosan beszéltek magyarul, tökéletesen, de azért nyilván hallani, hogy abban van egy kicsi spanyol. Egymás között milyen nyelven beszéltek? Mert az előbb elcsíptem, hogy magyarul, de én esküdni mertem volna, hogy egymás között spanyolul beszéltek. Igen, szerintem egy mix. Mix, komolyan mix. Amikor tanulunk, spanyolul. Amikor van spanyol emberek köztünk, próbálunk spanyolul, de ha van valami, amit akarunk, hogy ne értjenek, akkor magyarul akkor mondjuk gondolod gyorsan. Gondolod, rosszul beszélünk, messi, rosszul beszélünk, gondolod egy fiúról, vagy egy lányról, és így simán elmondom, és mondom magyarul, ami neki mellettem van, érted? Vaj, mondom, menjünk innen. De úgy tuti nem vertek át, ugye, ki kicsoda? Hányszor fogjátok tök őszintén elsütni, hogy majd odaadod az aranyérmet, és azzal fogsz menni? Nem mondtad, hogy nem gondoltatok rá. Hát, de sokszor gondoltuk rá. Amikor megnyert a világbajnokságot, elment rögtön a doping részre, és nálam maradt az érem, és mindenki velem fotózott. Igen, vele fotózott. És nem mondtam nekik semmit, mert mondom minek. Ez kell olyan fárasztó elmagyarázni mindig. Igen, mondom. Igen, igen. Ha ugyanazok vagyunk, nem mindegy. Most is, amikor kint vártuk a Vivit, emberek mondták, congratulation, én meg thank you. Mi benned a leginkább magyar? Magyar, a vére magyar, minden. Mama kajája, igen. Meg az erőnk. Meg az erőnk. Tudod,
a csapat, meg a bizalmunk. És hogy soha nem adjuk fel. Igen, az az. Az igazi magyar. Mi szerencsére tudunk csinálni, hogy amikor edzés van, és amikor oda kell koncentrálni, akkor oda koncentrálunk. És amikor, de amikor nincs edzés, nincs edzés, akkor más lelazulunk. Emberek vagyunk. De persze profi kell lenni 24 órától. Igen. Profi kell lenni, de ha le kell azulni, akkor nem gondolunk egész végig edzésre. Sokan is mondják, barátnőm, mesélte nekünk, hogy egy másik lányok mondták neki, ha mi mindig ilyen csöndesek vagyunk, és mondták, dehogy is, ezek bolondok, tudod, mert ők csak tékvándóba látnak minket, persze. És akkor fókusz vagyunk, de persze, ha ismersz minket, akkor más emberek vagyunk. Köztudatot ti soha nem akartok egymás ellen küzdeni. Nem tudom, hogy ez egy ilyen örök alkú. Igen. Aha, olyan, mint amikor gyerekkorotokban vérrel megpecsételtétek a titkot. Azért ti soha nem látjuk a Márton ikreket egymás soha, ellen. Soha. Csak edzésen. Miért nem fér bele? Nincs értelme, és ketten akarunk nyerni, azért két aranyot akarunk. Igen. Két súlycsoportba megyünk. És az olimpián akkor ketten tudunk majd menni. Jó, de ezért neked állandóan fogyasztanod kell. Ja, neked meg már nem nősz. Nem nővök. Ez van, ez de a van sport. Ez van. Kivel kellett megismerkedni? Hányszor kellett bemutatkozni? Hányszor kellett elmondani, hogy ti kik vagytok és miért jöttetek ide? Hát jó. Igazából. Hát igen, nekünk ez minden új volt. Ez az első olimpiák, és ez az első, hogy látunk ennyi magyar sportolót együtt. Úgyhogy tök jó volt, mert meg tudtunk ismerni nagyon sok sportolókat, akiket nem ismertünk, és már képben vagyunk, hogy ki kicsoda. Ja, ja. Szerencsére. Szeretjük a... Bono, az Áron, tudod, a vívos. Vívot. Most és találkoztunk a két arany úszás. Az Áron, miért szereted? Áron, mert igazából ő volt az első magyar sportol, aki megismertük, hogy aranyérmes volt, tudod, Tokióba, és őt ismertünk meg először, így interneten. És akkor így is most a faluba is találkoztunk vele, de nagyon gyorsan így átmentünk. Igen. Most szerintem idő. Most meg fog állítani minket. Remélem. Ikrekként, és egypétejű ikrekként, légy szíves, mondjatok egy dolgot, amiben semmilyen módon nem lehet különbséget tenni köztetek, amiben teljesen egyformák vagytok, és amiben a legjobban különböztek. Jó. Akkor beszélünk. Egyszerre beszélünk. Igen, egyszerre beszélünk. Igen, igen. Ugyanaz szavakkal minden. Ugyanúgy. És persze, egyformán gondolkozunk. Igen. Persze látunk valakit, gondol, de látunk valamit, ránézek a Vivire. És már tudom, mit gondol. Már tudom. Már csak arcra kell ránézni. Igen. És ami különböző. Ami különböző, az lehet, hogy... Ő sokat gondolkozik, ne. Nekem meg nem érdekel. Én megmondom Vivinek mindig, ne hagyd magad, ha nem akarod, mondd el. Én megmondom, mi a problémád? Gondolkozik nagyon sokat, és nem tudom. Túl gondolja a dolgokat, ez szintén. Túl gondolja, és én nem szoktam olyan túl gondolni a dolgokat. Ti ugye most az érettségit is úgy csináltátok meg, hogy... ahogy épp tudtátok, nem tudom, még repülőn, vonaton, ja, igen, versenyen, szünetben. Nagyon kontaktusban kellett lenni a tanárokkal, hogy figyelj, most holnap oda mentünk, és mondtuk, két hetet nem leszünk. Igen, így és elmondtuk, bocsánat. De nekik már normális, mert már hat évet ezt csináljuk, úgyhogy ők mondják, hogy oké. Okay. És már nem is kérnek papírt, meg semmit, ja, ők mondják, oké, okay, menjetek. De igen, igazából nekünk nagyon nehéz volt, onnan nehéz volt tanulni és közben edzeni, de meg lett. Megcsináltuk. Meg lett ebbe a mi? A EVAU? Érettségi. Érettségi. A KRESZ. A KRESZ. És a KRESZ. Aranyérem. És ebből mennyi az övém? Fele. Fele. Ennyi az övém. Ez a Vivi. Fele.